Első alkalommal szerveztek jótékonysági bált Újfehértón, a rendezvény bevételéből és a további felajánlásokból egy ultrahangkészüléket vásárol a város. Eddig már 2,5 millió forint gyűlt össze a nemes célért. Köszöntöm a stúdióban dr. Hosszú Józsefet, Újfehértó polgármesterét. szép estét kívánok mindenkinek november elején fogalmazódott meg bennünk egy ilyen gondolat, hogy környező településeket látva új is rendezünk egy városbát, amelynek a bevételéből egy nemes cél tudnánk szolgálni, és egyeztetve a város lakókkal és az egészségügyi dolgozókkal az készüléket láttuk egy olyan dolognak, amely fontos lenne a város életében. Ha már így az ultrahangra esett a választás, akkor beszéljünk egy picit a város egészségügyi ellátásáról. Mi az, amiben fejlesztésre van szükség? járóbeteg szakrendeléseinket mindenképpen szeretnénk fejleszteni, hisz Nyíregyháza közelsége jó is és rossz is. Nagyon sokan Nyíregyházára járnak járóbeteg rendelésre, viszont sok olyan, főleg idősebb ember él újfejeton, aki ezt nem tudja megtenni, és nekik szeretnénk azzal segíteni a közeljövőben, hogy helyben tudjunk járóbeteg szakrendelőket biztosítani nekik. Van-e elegendő humán erőforrás? Egyeztetéseket folytatunk a, környékbeli egészségügyi intézményekkel, én biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk tudni oldani ezt a problémát mekkora érdeklődésre, mekkora leterheltségre számítanak ebben az Egyeztettem a házi ők hetente több beteget is uh, uh, irányítanak járóbeteg szakrendelésre. Én biztos vagyok benne, hogy egy 13 ezeres város és a környező kisebb települések uh, megfelelően el fogják tudni látni beteggel a szakrendelést. Ez a két és fél millió forint, ez mire elég? Uh, Hát egy komplet készülékre nem, viszont a bálóta is folyamatosan érkeznek felajánlások, folyamatosan hívnak újfajtó és környékbeli ismerősök és támogató jelöltek, akik halva ennek a hírét úgy gondolják, hogy fontos segíteni a helyben élő embereket. Olyan 5 millió forinttól kezdődnek az ilyen eszközök, megnézzük, hogy meddig, meddig tudunk nyújtózkodni, megnézzük a jövő költségvetésünket, és jövő év én fog megvalósulni a beszerzés. A város mennyire elégedett ezzel a kezdeményezéssel, vagy a, ennek a megvalósulásával? Én pozitívan értékelem a városbált, csupa pozitív visszajelzés érkezett a részvevőktől is, és látva a mostani felhozatalt, én biztos vagyok benne, hogy a jövő bálom, még nagyobb létszámban tudunk részt venni. Most 430-an voltunk, de az érdeklődőket nézve sokkal-sokkal több ember is uh, meg tud mozdulni egy ilyen uh, nemes cél érdekében, mm. és majd megnézzük, hogy jövőre milyen uh, újabb fejlesztést tudunk ebből megvalósítani. Ami viszont már most is zajlik, az, azok közül mi az, amit érdemes megemlíteni? Uh, temető fejlesztésekben is uh, gondolkodunk, hiszen az új köztemető sajnos az elmúlt időszakban uh, kisé, uh, hát hogy mondjam, elhanyagoltá vált. Mindenképpen szeretnénk megújítani a temetőnket, hisz uh, Mindenkinek van kötődése a helyi temetőhöz, szeretnénk a temetőben található utakat felújítani, ravatalózót felújítani, az urnafalat kell bővítenünk, hisz egyre többen temető, ha veszik igénybe az urnás temetést, illetve a WC a helyiséget is mozgáskartozottá kell kialakítanunk, ami nagyon fontos. Milyen volumenű lehet ez a beruházás, vannak-e már tervek, előzetes becslések? 15-20 millió forint körüli összegből fogjuk tudni ezt megvalósítani, de nagyon fontos, hisz az esős időszakban, ha a temetés van, akkor nagyon sokan sajnos a, a szabad ég alatt állnak, ami nem túl kellemes egy egy hosszabb katolikus szertartású temetésnél 40-45 percig állni az esőben, az nem, nem biztos a szomorúság mellett, még ez egy külön teher lehet az ott, ott lévőknek amikor először beszélgettünk a választások után, akkor arról volt szó, hogy egy élhető, élhető bújfehértó megvalósítása az elsődleges cél. Mik azok a tervek, amik ezt fogják majd megvalósítani. Ugye ez a városban is egy ilyen dolog volt, hiszen ez nem volt korábban a városban. Most mindenféle motiválás és zaklatás nélkül tudtunk 430 embert összehívni. Tombola a fejállás nagyon sok volt, és ezért sem kellett házalnunk, hanem maguktól jöttek az emberek illetve városi Mikulás vonatozás lesz most e, csütörtökön és pénteken. A város bölcsödés gyerekei, óvodás gyerekei, illetve az általános iskola első-második osztályában járó gyerekeket fogjuk e, kis vonattal felhozni a, a központi ünnepségre, valamint lehetőségük lesz a városlakóknak is délután, mind a két nap délután jár saját e, maguknak is, hogy ezzel a kis vonatot igénybe vegyék aztán ami még szintén nem volt még új karácsonyi forgatag. December 18 és 22 között karácsonyi forgatagot fogunk szervezni szervezünk új melynek a fénypontja lesz majd 22-én a negyedik egyben utolsó adventi gyártya gyújtása, amely köré egy egész komoly kis ö, műsor van kialakulóban. Az adventi gyertyagyújtásra nagy igény van, hisz újfélt vagy keresztény település. Tegnap gyújtottuk az első gyertyát, és, és, soha nem látott tömegben jöttek az emberek. Tehát látszik az, hogy valami megmozdult újfélt az elmúlt időszakban, és az emberek igénylik azt, hogy, hogy történjen valami a városban, minél élhetőbb város legyünk. Tud-e ajándékozni is Újfehértó a szociálisan rászorulóknak itt e, karácsonykor? Így van, por. ezt is nagyon fontosnak tartjuk. Megkérdeztük az önkormányzat, megkérdett az egy dobozni szeretett akciót, amelynek keretében várjuk a jó szándékú emberek adományait, és nekik majd egy kis ünnepség keretében tudjuk a város hátányos helyzetű gyermekeit megjutalmazni, megajándékozni. Mi az, ami az idei évnek, mondjuk úgy, hogy a legszebb ajándéka Újfehértó számára? Hát, Újfehértó számára? Én azt gondolom, az az összefogás, ami, megvan, meg, ami, már látszott az elmúlt hetekben, hónapokban, és ami most is egyre inkább körvonalozódik, hogy az újféltő emberek jók. Tehát én azt mondom, újféltően jó emberek élnek, és ha találnak egy olyan nemes célt, egy olyan nemes dolgot, akkor mellé tudnak állni, és anyagi helyzetüktől függetlenül mindenki hozzá tud járulni ahhoz, hogy újféltő fejlődjön, és újféltő tényleg egy élhető kisváros legyen, szabolcs megyében. Mi az, amit a jövő évre átvisznek? Hát jövő évben már elindulnak, a, el, el szeretnénk indítani a fejlesztéseket. Ugye a választások telted időszakban még nem sok mindenre volt időnk, viszont jövő évben mindenképpen útfalításokban is a munkahelyteremtés alapját képező ipari park kialakításában előre kell lépnünk, és ez egy határozott cél a jövő évre. Ez a rövid idő azért arra talán elég volt, hogy fel tudja mérni, hogy milyen állapotban van a város. Ez mire ad majd lehetőséget? E, igen, hát e, érnek meglepetések azért még a mai napig is, e, de én úgy, úgy gondolom, hogy a jövő évi költségvetés főszámait már látva e, bizakodom abban, hogy e, előre tudunk lépni jövőben, mondom elsősorban útfejlesztés és ipari park kialakítás kapcsán. Dr. Hosszú József, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba, és áldott adventet kívánunk. Köszönöm szépen a lehetőséget, és viszont kívánom mindenkinek.